Milyen érzés most egy rövid hajjal az új korszak elején? Nehezen kifejezhető, nagyon jó természetesen, tehát nyilván van ebben egy kis könnyebbség is, hogy rövid haja azért kényelmesebb az élet, mint hosszúval, bár nekem az életem során elég sokszor volt hosszú hajam még fiatalabb koromban. A nemzeti együttműködés az ön számára mit jelent? Hát mindenek előtt az, hogy mindenkinek, akinek eddig nem volt lehetősége arra, hogy úgy érezze, hogy ez az ország a saját hazája, hogy ez az ország az ő otthona, és hogy ennek az országnak a politikai garnitúrája az ő érdekeiért dolgozik, az most megtapasztalja azt, hogy a demokrácia az nem csak a nép felhatalmazásából történő kormányzást jelent, hanem a nép érdekeiért és a népen keresztül a nép által való kormányzás is jelent, ahogy ezt Amerikában még annak idején megfogalmazták több mint 200 éve. Számomra a nemzeti együttműködés? Én ugyanazt fogom csinálni, mint eddig. Én eddig is együttműködtem a nemzettel azzal a részével, amelyikkel lehetett, amelyik elfogadott. Be lehet végre fejezni azt a sokat emlegetett rendszer és módszerváltoztatást, aminek a befejezése nem történt meg. Például azért nem, mert egy posztkommunista elit irányította tovább is Magyarországot. Énekes vagyok, dalokat énekeltem eddig is, ezután is azt fogok, ha véleményemet kérdezik közvetlen kérdésről, akkor én szívesen válaszolok, de kérdés nélkül erről nem beszélek, a dalaim nem erről szólnak, bár a közérzetem, mint olyan, természetesen beszüremkedik a dalaimba is. Az ön számára a nemzeti együttműködés most mit hozzáll? Reméljük, hogy sikeres kormányzást és a nemzetnek felemelkedést. Ebben nagyon bízom, hogy ami 4 évvel ezelőtt történt, az elkövetkező 100 évben nem fog előtt fordulni többet Magyarországon. Pusztán egy kormányváltással, ami demokráciában azt hiszem, hogy természetes, nem változik a nemzethez való hozzáállásom, és a nemzeti együttműködéshez való hozzáállásom sem. Vannak kételjeink, ezzel együtt, ha a magyar köztársaság érdekeit szolgálja az a javaslat, amit a Fidesz bármikor le fog tenni, állunk elébe és támogatjuk. Jó lenne együtt lenni. Tehát össze kéne fognunk azért, hogy jobb legyen ez a kicsi Magyarországnak. Illetve nem kicsi, hanem most már nagy Magyarországnak. Ennyit jelent, én azt hiszem. Egy olyan típusú keretet, ahol az emberek nem feltétlenül egyetértenek, de tiszteletben tartják egymás nézetét, és föltételezik egymás jó szándékát és hazafiasságát. Az ember egy kormány eskütétele napján nyilván nem mond ítéletet a következő 4x365 napról. Kétségkívül az a keretnyilatkozat, ami a nemzeti együttműködés címet viseli, az nem volt alkalmas arra, hogy valódi keret legyen, de hát lássuk a puding próbáját. A mai nap a család számára milyen? Nagyon nagy öröm, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, elnézést, köszönjük szépen.